Nemzetközi Nőnap műsorral köszöntötte a hölgyeket az önkormányzat. Vakáció 2017, lendületesen indul az idei turisztikai szezon. Véradó verseny, a Nyíregyházi Egyetem megismételné tavalyi sikerét. Híradó a Nyíregyházi Televízióban, jó estét kívánok! A Nemzetközi Nőnapon a hölgyeket ünnepelte az önkormányzat a Váci Mihály Kulturális Központban. Köszöntőt mondott dr. Kovács Ferenc polgármester, majd a For Dance táncosai szórakoztatták a vendégeket. Nőnap alkalmából köszöntötte a városvezetés, a polgármesteri hivatal, illetve az önkormányzat intézményeinek hölgymunkatársait a Váci Mihály Kulturális Központban. Az időpont 1913-ban került március 8-ára a New York-i textilmunkásnők 1857-es sztrájkjának az emlékére. Magyarországon 1914-ben ünnepelték meg először a nőnapot. Ugyanolyan napnak számít ez, mint a többi tulajdonképpen, de egy kicsit talán nagyobb figyelmet. A virág az egy kicsit megcsillogtatja a hétköznapi életünket. Szeretettel köszöntöm Önöket. A nőnap alkalmában úgy, ahogy az évben csak egyszer lehet. Dr. Kovács Ferenc köszöntőjében arra hívta fel a figyelmet, hogy életünkben gyakran a kevésbé jó dolgok kerülnek előtérbe, az igazán fontosak pedig a háttérben maradnak. Talán méltánytalanul ezek közé tartozik a nőnap is. Ezért is fontos, hogy férfi társaival egyetemben ezen a napon elmondja, mennyire fontos, hogy a nők, a hölgymunkatársai jelen vannak az életünkben, a mindennapjainkban. A polgármester örömét fejezte ki, hogy az önkormányzat elnyerte a Családbarát munkahely címet, illetve olyan programokat tudnak szervezni, amely a családokat, a gyermekes anyukákat segíti. Emellett üdvözölte a kormány azon kezdeményezéseit is, amelyek a nők munkáját, életét és mindennapjait segítik. Azt kívánom Önöknek, hogy mint nők, akik nem csak a munkahelyükön, a családban, a közéletben, magánéletben is komoly szerepet vállalnak és feladatokat visznek, mind a munkában, mind a magánéletben boldogság, öröm, egészség kísérje útjukat. A nőnapi köszöntésre ezúttal egy jelképes virágcsokorral, egy ünnepi előadással készült a városvezetés, amelyet a For Dance tagjai nyújtottak át táncos műsorukkal. A parlament három fontos döntéséről tartott sajtótájékoztatót a Fidesz két országgyűlési képviselője Nyíregyházán. Bejelentették, hogy az idei évtől munkaszüneti nap lesz a húsvétot megelőző nagypéntek. A jogi határzárat szigorító törvénymódosításról dr. Simon Miklós elmondta, az ország az illegális bevándorlást a déli határon először műszaki határzárral akadályozta meg, majd jogi intézkedéseket is tett. A keddi módosítás a teljes jogi határzár lényege, hogy a menedékjogi kérelmet kizárólag a tranzitzónában lehet benyújtani. A jogerős elbírálást ott kell megvárni. Nemleges döntés esetén a menedékkérőknek el kell hagynia az országot. Dr. Vinnai Győző, nyíregyházi országgyűlési képviselő, a bírósági végrehajtásról szóló törvénymódosítást ismertette, melynek célja, hogy becsérték alatt ne lehessen elárverezni ingatlanokat. Tehát a bankok egy évig csak becsértéken, a következő évben pedig csak 90%-os értéken árverezhessenek ingatlanokat. Ezzel a még mindig bajban lévő deviza hiteleseket szeretnék megvédeni a kisemmizéstől. De van még a törvénynek egy véleményem szerint nagyon fontos pontja, ha a hitelező, tehát a bank és az adós egy alacsonyabb összegben megegyezik, akkor tiszta lappal indul az adós. Az 5 milliárd forintos uniós pénzből vett új buszokat egy tiszaújvárosi telephelyen veri az eső. Ezt mondta a város tömegközlekedéséről tartott sajtótájékoztatóján Lövei Csaba, az Együtt önkormányzati képviselője. A politikus szerint a kialakult helyzetért elsősorban az Észak-Magyarországi Közlekedési Központ ZRT és az illetékes minisztériumot beleértve az állam a felelős. Hangsúlyozta, hiba úgy járműveket vásárolni, hogy a működtetésükhöz nem teremtenek infrastruktúrát. A megoldásokat pedig csak hátráltatja, hogy a jövőről milyen hangnemben tárgyal a közlekedési központ a nyíregyházi város vezetéssel. Azonban ennek a közlekedési dolognak a fő felelőse a nyíregyházi közlekedés megoldatlanságának a fő felelőse és ennek az állapotnak, amit kialakult a buszoknál,
azaz Észak-Magyarországi Közlekedési Központ ZRT, illetve a mögötte álló Sesták Miklós vezette minisztérium, közvetve pedig ezen keresztül a magyar állam. A Fidesz nyíregyházi szervezete a sajtótájékoztató után a következő közleményt juttatta el szerkesztőségünkhöz. Lövei képviselő úr ismét úgy tesz botránykeltő nyilatkozatot, és vezeti félre a közvéleményt, hogy közben tudnia illene, a város a tervezett ütemben halad a buszok beszerzésével. Közgyűlések sora foglalkozott a témával, képviselő úr felelőtlen nyilatkozata pedig biztosan nem segíti a közlekedési társasággal fennálló vita rendezését. Érthetetlen, hogy képviselő úr évek óta egyetlen nyíregyházi sikernek sem tudott örülni, így felmerül a kérdés, kit és mit képvisel 1%-os támogatottságú pártjával. A sajtótájékoztatón elhangzottakra az alábbi reagálást adta ki a Városháza sajtó szóvivője. A 41 darab CNG üzemű modern környezetkímélő busz beszerzését az önkormányzat még 2015-ben indította el feltételes nyílt közbeszerzési eljárás keretében. Az akkori tervek szerint a buszok leghamarabb 2017 végén állhatnak a lakosság szolgálatába. A kormány 5 milliárd forintos támogatásának elnyerését követően hatályba lépett a nyertes MAN céggel kötött szerződésünk, amely alapján járművek leszállítása mellett a nyertes cégnek egyéb feladatai is vannak, például a buszsofőrök és a szervizes szakemberek oktatása, képzése. A buszok átadási határideje még nem járt le, és a buszsofőrök és a szervizes szakemberek képzésére is előre láthatólag a nyár folyamán kerülhet sor. Nem az önkormányzat, hanem a gyártó dönt arról, hogy konkrétan milyen gyártási ütemezésben készíti el a buszokat, és azokat hol tárolja az átadásig. Zajlik az üzemeltetéshez szükséges nagykapacitású gáztöltő állomás telepítésének előkészítése és az ahhoz kapcsolódó igen szigorú engedélyeztetési eljárások elindítása. Tárgyalások folynak a volán jog utódjával a helyi közösségi közlekedés további üzemeltetésének formájáról. Nyíregyháza még soha nem állt ilyen közlekedésfejlesztési lehetőség előtt. A kormány támogatásának köszönhetően 41 új, környezetkímélő modern busz állhat belátható időn belül forgalomba. A hétvégi utazás kiállításon kiderült, hogy jól indul az idei turisztikai szezon. Az utazási irodákban a korábbinál jelentősen több az előfoglalás a nyári vakációra, ami a kedvezményeknek is köszönhető. Továbbra is népszerűek a görög, spanyol és horvát tengerpartok, itthon pedig a Balaton a sláger. Az év elején óriási előfoglalási kedvezményekkel kínálták a nyaralásokat az utazási irodák. Márciusig akár 50%-kal olcsóbban is lehetett foglalni. Most már csökkentek a kedvezmények, de a tapasztalatok szerint áprilisig kitartanak a 10-20-30%-os akciók. Sokan azért is tervezik ilyenkor a vakációt, mert az úgynevezett last minute utolsó helyes lehetőségek esetlegessé váltak. Az elmúlt évben a terrorveszély miatt Egyiptom, Tunézia és Törökország volt a nagy vesztes. Féltek az emberek, ezért nem utaztak ezekre a helyekre, bármint utóbb kiderült, a tengerparti szállodák biztonságosak voltak. Újra foglalják az emberek Egyiptomot például, ami nekünk nagyon kedvező, hiszen Debrecenből is el lehet most már utazni. Újra foglalják Tunéziát, ugye, ami a családosoknak nagyon jó, hiszen finom homokos tengerpartja van, és nagyon olcsónak számít. És ami tavaly bejött slágerként Görögország és Bulgária, azok az idén is megmaradtak kedvelt úti célnak, illetve egyéni közlekedéssel a Horvátország az, ami viszi a prímet. A belföldi turizmuson az elmúlt évben sokat lendítette a külföldi terrorveszély és a migrációs hullám. Sokan döntöttek úgy, hogy a családi vakációra hazai úti célt választanak. A szakemberek azt mondják, itthon továbbra is a Balaton lesz a sláger. Sokan látogatnak majd el a Velencei és a Tiszatóhoz, a hosszú hétvégéken pedig a wellness szállodák számíthatnak teltházra. A Nyíregyházi Egyetem ebben az évben is bekapcsolódott az országos felsőoktatási véradó versenybe, melyen a véradási mozgalomba a legtöbb hallgatót bevonó intézményt díjazzák. A Nyíregyházi Egyetem tavaly kategóriájában első helyezést ért el, sikerüket idén is megismételnék. Ez a hallgató is vért ad a Nyíregyházi Egyetemen szervezett véradáson. Ő azért jött el, mert egészségesként kötelességének érzi, hogy ezzel is segítsen másokon. Most jöttem harmadjára vért adni, és azért jöttem, mert úgy érzem, hogy az egészséges fiatal embereknek
kötelessége valamilyen szinten segíteni a másokon, és ugye egy véradással 3 ember életét lehet megmenteni. A Nyíregyházi Egyetem idén is részt vesz a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája, a Magyar Vöröskereszt és az Országos Vérellátó Központ által szervezett Országos Felsőoktatási Véradó versenyen, melyen díjazzák a véradási mozgalomba a legtöbb hallgatót önkéntes bevonó intézményeket. A Nyíregyházi Egyetem már évek óta résztvevője a versenynek, tavaly pedig kategóriájában első helyezést ért el, köszönhetően hallgatói segítő szándékának. Nyíregyházi Egyetem életében nagyon fontos az a társadalmi szerepvállalás, az a szerep, hogy ösztönözze a hallgatóit arra, hogy segítsenek, adjanak vért, és ezzel mentsenek meg 3 életet. Hál' Istennek jó helyzetben vagyunk, hiszen a hallgatóink nagyon aktívak, részt vesznek ebben a programban. Az őszi és a tavaszi véradásainkon is nagy számban jelennek meg, akár az elsős hallgatók, akár a felsőbb évesek. A fiatalok aktivizálása azért is különösen fontos, mert nagy problémát jelent a jövőre nézve, hogy a rendszeres véradók inkább az idősebb korosztályból kerülnek ki. Azért fontos nekünk, hogy a fiatalok eljöjjenek, és ők is fontosnak érezzék az önzetlen segítésnek ezt a módját, mert ők lesznek az utánpótlás. Emiatt nagyon-nagyon fontos az, hogy minél szélesebb körben népszerűsítsük a véradást, és hogy azok, akik például pedagógus szakmára készülnek, és ez lesz a hivatásuk, ezt a fajta szellemiséget is tovább tudják majd vinni az iskolákba. Így ezzel talán tudjuk azt biztosítani, hogy ez generációkon átívelő tevékenység és segítség legyen azoknak, akik rászorulnak. Naponta mintegy 1800 véradót kell toborozni, hogy biztonságos mennyiségű vérkészlet álljon rendelkezésre műtétekhez, baleseti sérültek ellátásához, vérkészítményekre, transzfúzióra szoruló betegek kezeléséhez. A levett vérből plazmakészítmények, vörösvérsejt és féllemezke koncentrátum készül. Véradó minden olyan 18 és 65 év közötti személy lehet, aki egészségesnek érzi magát, rendelkezik a regisztrációhoz szükséges igazolványokkal, és testsúlya meghaladja az 50 kg-ot. Pályázati táncversenyt rendeztek a Nyíregyházi Művészeti Szakgimnáziumban. Mindjárt jönnek a részletek, előtte még nézzük a nap további híreit. A nagy érdeklődésre való tekintettel egy héttel hosszabb ideig, március 13-áig várja a jelentkezéseket a Nyír.vv Nonprofit Kft. A közterületek füvesítésére. Az akció keretében a lakosság 1 köbméter komposztos termőföldkeveréket, illetve 1 kg fűmagot kaphat előkertek és utcafronti zöld felületek szépítésére. Az igényléseket a Nyír.vv Nonprofit Kft. Honlapjáról letölthető adatlapon, lehetőség szerint a füvesítendő területről készített 2 darab fotóval küldhetik el a marketing@nyirvv.hu e-mail címre, vagy postani úton a Nyír.vv Nonprofit Kft. 4400 Nyíregyháza, Tüzér utca 2-4 levelezési címre. Szerdától 5 forinttal csökkentette a benzin literenkénti nagykereskedelmi árát a MOL, a gázolaj ára nem változott, így 1 liter benzin átlagára 366 forint lett, a gázolajé 377 forint maradt. A Vese Világnapja alkalmából ismeretterjesztő programokat rendeznek a Korzó bevásárlóközpontban, csütörtökön 11 órától. Az orvosi előadások mellett egészségügyi szűrések, ételkóstolók is várják az érdeklődőket. Pályázati táncversenyt rendeztek a Nyíregyházi Művészeti Szakgimnáziumban. A megmérettetésnek sok nyertese lett, 2 Universitas gyűrűt is kiosztottak. Néptánc és modern tánc kategóriában indultak a Nyíregyházi Művészeti Szakgimnázium tanulói 25 versenyszámban. A nívós zsűri elnöke Szakály György úgy gondolja, nem az eredmény a legfontosabb, hanem a versenyre való felkészülés, az a próbaidőszak, amikor egy kézzel fogható célért dolgoznak a táncosok, illetve az, hogy az előadók mennyire tudják ötvözni a különböző tájegységek néptáncait a mai mozgásvilággal. Az egyetemi tanár azt is megemlítette, hogy a modern táncban mutatkozhatnak meg igazán a fiatalokat foglalkoztató problémák. Én bizonyára keresem azt a pluszt, amitől a színházi produkció produkcióvá válik, és színházzá üzenetté, mert a közönség azt gondolom, hogy elsősorban az üzenetet várja, azt a iránymutatást, vagy azt a történelmi vagy társadalmi pillanatot, ami foglalkoztatja esetleg.
A táncosok tagozatvezetője Szilágyi Zsolt az eseményen kifejtette, a díjak átadása után komoly szakmai értékelést is kapnak a jövő táncművészei, így nem csak a művészi, szakmai oldal teljesül, hanem a pedagógia is. Egy igényes versennyel azt gondolom, hogy még mindig lehet a tanulókat ösztönözni arra, hogy jól és sokat dolgozzanak. Meghirdetjük szeptemberben a versenyt, és a tanulók elkezdenek erre készülni. Aztán valamikor február környékén, február elején tartunk egy válogatót, és akkor utána már a mesterek segítségével készülnek a bekerült produkciók, és akkor ma tényleg egy nagyon-nagyon rangos, nívós zsűri előtt tudnak a tanulók bemutatkozni. A néptánc kategória első helyezettje Bíró Gréta Dorina Németi Márk párosa lett, a második Lantos András, a harmadik Szabó Eszter. A Szabolcs Néptánc Együttes különdíját Kocsis Vivien és Lantos András kapta, Nyíregyháza Város különdíját Kondrát Kinga, a közönségdíjat pedig Baridóra Gabriella. A modern tánc kategóriában Haller Doris lett az első, a második helyezett Nagy Zsanett, a harmadik Kercsó Attila. Nyíregyháza Város különdíjával jutalmazták Petrényi Iriszt, a közönségdíjat pedig Bogár Edinának ítélték oda. Universitas gyűrűt néptánc kategóriában Lantos András kapott, modern tánc kategóriában Márföldi Bea. Az Újpestet fogadja a bajnokság következő fordulójában a Fátum Nyíregyháza. A női röplabdásokra nehéz mérkőzés már, de ősszel idegenben is sikerült legyőzni a lilákat. Mezőnyvédekezés és nyitás-nyitás fogadás lesz. Jó, de mindezek előtt nagyon boldog nőnapot szeretnénk kívánni az itt megjelent játékosoknak. Nőnap alkalmából meglepetéssel kedveskedtek a játékosoknak a Fátum Nyíregyháza vezetői és a szakmai stáb tagjai. Sokáig azonban nem lehetett ünnepelni, csütörtökön már az Újpest ellen játszik a csapat. Hajrá Nyíregyháza! Egyszer játszottunk velük ebben a szezonban, hiszen a kupában és minden máshol is elkerültük egymást. Van egy új igazolásuk, aki december legvégén érkezett, edzőváltás is volt az Újpestnél, úgyhogy valószínűleg egy kicsit azért másabb csapat fog velünk szembe jönni, mint akivel játszottunk az alapszakasz végén, vagy hát az első felének a végén. De videóztunk, megnéztük, hogy mit játszanak, nagyjából képben vagyunk, úgyhogy készen állunk. Legutóbb a Vasas ellen drámai csatában szenvedett 3-2-es vereséget a Fátum Nyíregyháza. Ezzel az a helyzet állt elő, hogy már több pontja van a nyírségieknek, a helyezéseknél a győzelmek száma számít, így az angyalföldiek átvették a második helyet. A miénk akkor léphetnek előre, ha a hátralévő két meccset megnyerik, a Vasas pedig botlik egyet. Ledgeb Noémi épp a csütörtöki ellenfél Újpesttől érkezett nyáron. Igazából nem ez volt az első csapatváltásom, szóval ezt nagyjából már megszoktam. Nem jelent. Nem másabb, mint más csapat ellen játszani, ahol még nem voltam. Így ugyanúgy állok, mint mindegyik másik meccshez. A játékos keretből egyedül Josefina Fernandez hiányzik, neki megoperálták a lábát, a héten a varratokat is kiszedik, így rövidesen rá is számíthat a szakmai stáb. Az Újpest után még az MTK ellen lép pályára a Nyíregyháza az alapszakaszban. Híradónk végén nézzük főbb híreinket, még egyszer röviden. A Nemzetközi Nőnapon a hölgyeket ünnepelte az önkormányzat a Váci Mihály Kulturális Központban. Köszöntőt mondott dr. Kovács Ferenc polgármester, majd a For Dance táncosai szórakoztatták a vendégeket. A hétvégi utazás kiállításon kiderült, hogy jól indul az idei turisztikai szezon. Az utazási irodákban a korábbinál jelentősen több az előfoglalás a nyári vakációra, ami a kedvezményeknek is köszönhető. Továbbra is népszerűek a görög, spanyol és horvát tengerpartok, itthon pedig a Balaton a sláger. A Nyíregyházi Egyetem ebben az évben is bekapcsolódott az Országos Felsőoktatási Véradó versenybe, melyen a véradási mozgalomba a legtöbb hallgatót bevonó intézményt díjazzák. A Nyíregyházi Egyetem tavaly kategóriájában első helyezést ért el, sikerüket idén is megismételnék. A szerdai hírösszefoglalónkat látták, jön az időjárás jelentés, híradóval pedig legközelebb csütörtökön várjuk majd Önöket a már megszokott időpontokban. Nézzenek minket akkor is, viszontlátásra!